Üdv mindenkinek, én Kálmán Tamás vagyok egy újabb karriertippel. Ebben a videóban arról lesz szó, hogy miért félnek az emberek váltani, még akkor is, hogyha pocsékul érzik magukat a munkahelyükön. Nos, azt vettem észre az utóbbi hetekben, hogy van valami közös azoknak az embereknek a többségében, akik konzultációra jönnek hozzám. Ezek az emberek általában régóta érzik magukat rosszul a munkahelyükön, egy kibírhatatlan főnök, vagy elviselhetetlen kolléga, vagy a folyamatos munkahelyi stressz miatt. De amikor megkérdezem tőlük, hogy miért nem léptek előbb, miért nem írtak és küldtek önéletrajzot és motivációs levelet más cégekhez, vagy miért nem pályáztak állásokra, akkor általában ugyanazokat a válaszokat kapom, és ezeket a válaszokat szeretném most megosztani veletek, illetve válaszolnék is ezekre a problémákra és kérdésekre. Az első, amit általában mondanak nekem, hogy kell a pénz, és ennél a cégnél legalább időben utalnak. Nos, az első és legfontosabb tényező, ami maradásra bírja a munkavállalókat, az természetesen a pénz. És ahogy látom, nagyon gyakran nem is a fizetés nagysága az, ami oda cövekeli az embereket a kellemetlen munkahelyhez, hanem inkább a kiszámíthatóság, ami, tehát ez gátolja meg az embereket abban, hogy váltsanak. Tehát szívesebben maradnak egy olyan munkahelyen, ahol nagyon rosszul érzik magukat, még akkor is, hogyha tudják, hogy minden hónap x-edikéig megérkezik a fizetésük. És különösen igaz ez azokra az emberekre, akik ki vannak szolgáltatva valamilyen módon. Tehát hitelük van, vagy adósságuk van, esetleg egy beteg családtagjuk van, aki rendszeres ápolásra vagy orvosi kezelésre szorul. És én pontosan tudom, hogy ezzel az érvel borzasztóan nehéz vitatkozni, de szeretnék elmondani neked egy olyan angol mondást, ami ebben a helyzetben is nagyon igaz, és ami szeretném, ha elgondolkodnál, ha téged is egyedül a fizetés rendszeressége az, ami ott tart az adott munkahelyeden. Ez az angol mondás pedig úgy szól, hogy companies are hiring, amit leginkább úgy lehetne lefordítani, hogy a cégeknél folyamatos a felvétel. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy tudom, hogy nagyon sok mindent lehet hallani a médiában, pro és kontra, de mindenhol van igény olyan emberekre, akik jól végzik a munkájukat, megbízhatóak és tapasztaltak az adott szakterületen. Ezekre az emberekre mindig van igény. Tehát, hogyha a fizetésed rendszeressége az egyetlen ok, ami miatt félsz váltani, akkor bizony baj van. És elárulom neked, hogy valószínűleg nem a jelenlegi munkahelyed az egyetlen hely Magyarországon, ahol rendszeresen utalnak fizetéseket. Nagyon valószínűleg tartom, hogy vannak még ilyen cégek Magyarországon, úgyhogy itt az ideje leporolni az önéletrajzodat és elkezdeni mozgolódni. A második, a kettes számú érv, amit mondani szoktak, hogy máshol se jobb. Itt is szar, de máshol se jobb. Tulajdonképpen ez a bizonytalanságtól való félelem. Tehát mi lesz, hogyha utálni fogod az új munkahelyet, az új munkát, vagy az új főnököt? Tehát mi lesz akkor, hogyha rosszabb helyzetbe kerülsz a váltással, mint amilyenben most vagy? Nos, ha ez az érv tart téged vissza a váltástól, akkor szeretném, hogyha végig gondolnád a következőt. Ugyanúgy, ahogy nincs garancia arra, hogy te szeretni fogod a következő munkahelyedet, arra sincs garancia, hogy nem fogod szeretni. Tehát az egyetlen garancia, az egyetlen dolog, ami jelenleg biztos, hogy fogalmad sincs, hogy hogyan alakul a jövőd. És hogyha nem teszel semmit, hogyha beletörődsz ebbe a helyzetbe, amiben most vagy, akkor lemaradsz. Lemaradsz és kimaradsz egy csomó lehetőségből, ami valószínűleg ott van, csak éppen tenned kellene értük.
Viszont, hogyha pályázol más cégekhez, és ne adj Isten eljutsz az állásinterjúig, és jól kérdezel azokon a helyeken, akkor nagyon-nagyon sok tényezőt kikövetkeztethetsz az új állásodról, az új főnöködről és az új munkádról. És ezeknek az információknak a birtokában eldöntheted, hogy megéri-e neked kockáztatni, avagy nem. Tehát ezzel a bizonytalansági tényezőt nagyban le tudod csökkenteni, és még akkor is dönthetsz úgy, hogy nem vállalod el azt az adott állást, és maradsz a jelenlegi munkahelyeden. A harmadik dolog, amit mondani szoktak, ami visszatartja az embereket, az az, az érv, hogy nem vagyok elég képzett. Nem vagyok elég képzett. Tehát ezek az emberek már nézelődnek, de aztán elolvasnak egy állás lehetőséget, ami megragadja a figyelmüket, de ahogy végigolvassák a kiírást, rögtön le is lombozódnak, mert egy vagy több feltétel hiányzik. Tehát például nincs X év szakmai tapasztalatod Y területen, vagy nem kezeled felhasználói szinten nagy magabiztossággal Z szoftvert. És mivel ezek a dolgok szerepelnek az állásinterjúban, ezért úgy vagy vele, hogy hagyod az egészet a fenébe, ez neked nem való, te nem vagy elég képzett erre a pozícióra. Na most tudnod kell, hogy ami ezekben a kiírásokban szerepel, az nagyon gyakran egy úgynevezett wish list, vagyis kívánságlista a cégek részéről. Tehát nagyon sok mindent beleírnak, amit szeretnének, ami jól hangzik, aminek ott kell lennie, mert bizonyos dolgokat muszáj leírniuk. És engedd meg, hogy mondjak egy konkrét példát erre. Ilyen például a felsőfokú angol nyelvvizsga. Ez nagyon sok cégnél szerepel, hogy felsőfokú angol nyelvvizsgát kérnek egy bizonyos pozícióhoz. Na most a következő a helyzet. Tegyük fel, te egy értékesítési állásra szeretnél jelentkezni, ezen gondolkodsz, ahol felsőfokú angol nyelvvizsgát kérnek. Tegyük fel, hogy az lesz majd a feladatod, hogy kommunikálj olasz és görög partnerekkel angol nyelven. Arra van szükség, hogy megértsd őket, és tudj erre reagálni, vagy tudj velük napi szinten kapcsolatot tartani. Na most tudnod kell, hogy a cégek azt nem írhatják be az álláskiírásba, hogy kedves munkavállaló, te majd olasz és görög partnerekkel fogsz kapcsolatot tartani, és azt kell, hogy megértsd őket, és tudj velük kommunikálni. Ugye ezt nem írhatják bele, ennek ellenére odaírják, hogy felsőfokú angol nyelvvizsgát kérnek. Tehát valószínűleg, ha neked középfokú nyelvvizsgád van, elképzelhető, hogy az is elég lesz az adott pozícióhoz, csak ugye el kell mondanod az állásinterjún, hogy folyamatosan dolgozol az angol nyelvtudásod szinten tartásán és fejlesztésén. A legtöbb esetben az idő nyomása miatt ezek a cégek nem fogják megvárni, hogy ez az álom jelölt, aki a kiírásban szerepel, az megérkezzen az irodába a fehér lovon, hanem ki fogják választani a legalkalmasabb szemét a pályázókból. Tehát ne érts félre, én nem azt mondom, hogy asztalos végzettséggel te pályázz meg egy könyvelői állást, de ha rendelkezel valamilyen végzettséggel és tapasztalattal az adott területen, akkor azt javaslom, hogy igenis pályázz, még akkor is, hogyha nem rendelkezel mindennel, ami abban az adott kiírásban szerepel. És a negyedik érv, amit mondani szoktak, hogy eddig nem volt időm állást keresni, illetve, hogy jól el voltam eddig a munkahelyemen. Na most, a legtöbben sajnos akkor kezdenek el új állás után nézni, amikor már baj van. Tehát leépítés lesz, vagy már éppen le is építették őket, és akkor már késő. Tehát addig ugye ezek az emberek, tegyük fel, jól el voltak a munkahelyükön, nem kellett magukat halára dolgozniuk, nem kellett beledögleni a munkába, jó fej volt a főnök, aki lehet, hogy ritkán volt bent, és lehetett jókat hűlni, meg sörözni a kollégákkal. Aztán egyik napra a másikra a cég csődbe ment, ők meg az utcára kerültek, és akkor jön a pánik.
Na most, tudnod kell, hogy ez a legrosszabb, ez a langyos lábvíz állapot. Tehát a saját karriered építése egyedül a te saját személyes felelősséged, amivel ideális esetben rendszeresen kell foglalkoznod. És én tudom, ez egy időigényes folyamat, tehát erre időt kell szánni. Ki kell választani azokat a pozíciókat, amik érdekelhetnek téged, rá kell szabnod az önéletrajzodat és a motivációs leveledet, és fel kell készülnöd a magyar és vagy az angol nyelvi állásinterjúra. Tehát erre időt kell szánni. De én azt javaslom neked, hogy ezt a folyamatot optimalizáld. Hogy lehet ezt megtenni? Például kijelölsz magadnak minden héten, vagy minden második héten egy másfél-két órás időintervallumot, amikor csak ezzel foglalkozol, tehát csak a saját karrier építés, csak a saját karriered építésével foglalkozol. Tehát ebben a másfél-két órában nincs PlayStation, nincs Facebook és nincs Instagram, csak a karrier építéseddel foglalkozol. Tehát például azt mondod, hogy minden szerda este 7-től 9-ig te ezzel fogsz foglalkozni. Ezután határozz meg magadnak mérhető célokat erre az időszakra, tehát például találsz magadnak 3 olyan álláskiírást, ami érdekelhet, és utána tudatosan elkezdesz készülni ezekre a kiírásokra. Tehát önéletrajzod és motivációs levelet illesztesz rájuk, elkezd el foglalkozni ezeknek a cégeknek a profiljával, történetével, stb. Enélkül, a konkrét időpont kijelölése nélkül valószínűleg ezt az egész folyamatot csak húzod, halasztod, mert jól el vagy a jelenlegi munkahelyeden, aztán egyszer csak beüt a pánik, és akkor meg már késő lesz. Nos, én köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy tudsz majd belőle profitálni. Ha szeretnél még karriertippekkel és karriertervezéssel kapcsolatos videókat és tanácsokat nézni, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és arra is kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!